Hoztam, miért? Barátnőnek. Kellen? A gyümölcsöt hányszor mondtam már, hogy nem az aljára tesszük, mert összenyomja. De akkor mit keresett az ön kosarában a káposztán? Honnan tudjam? Nos, kedves hölgyeim és uraim, mivel a kamerásnak nyilván nem sikerült elindítani a videót, újra kell mondanom a szövegemet a 40 fokos tűző napban. De nem számít. Hölgyeim és uraim, főleg uraim, mivel hölgyekből nincs sok a csatornán, hölgyeket majd itt szerzünk a bevásárlóközpontba, vagy valahol. Mai videóban különleges dologgal készültem. Be fogunk menni ebbe a bevásárlóközpontba, amit most kiválasztottam, és az embereknek a szekereibe, vagy a kocsiukba, amikkel ugye tolják a cuccokat, fogunk, mit tudom én, mondjuk egy ilyen nagy káposztát, csak egy random cuccot megfogunk, és sunyiba megpróbáljuk betenni az ő kocsiukba, és miután mondjuk egy kicsit ott marad, megkérdezzük tőle, hogy elnézést tudom, vagy hölgyem, hol talált ilyen szép káposztát? Ezt én is szeretnék valahol venni, és akkor nem fogják érteni, kicsit összezavarik őket. Ez lesz a videó, let's go! Találtunk egy cuccot, amiben majd tesszük azokat a cuccokat, amiket majd beleteszünk más embereknek a sorába. És igen, igazából most körbenézünk és összehozzuk ide ilyen random furcsa dolgokat, amik nem minden nap fognak emberek vásárolni. Első cucc. Megvan a következő random itemünk. Ez egy ultimate cucc, ha ezt besikerül tenni valakinek a szekerébe, azt. Jó, következő termékünk. Nyilván egy tampon lesz, vagy valami hasonló. Pat, melyiket vigyük? Giga kiszerelést? Ja. Jó. Jó lesz. Igazából itt a legolcsóbbat és mondjuk ha XXX small, extra-extra small-os van, akkor azt választanánk. Stimuláló gél. Honnan szereszel azt a stimuláló gélt? Kevin Aftershave 600 forint. Jó, ezt beteszem. Honnan szereszed a Kevin Aftershave-et? Merch hamarosan droppol. De amiről rájönnek, hogy óvszer, de közben béna is. Klasszik kondom durex. Jó, legyen ez. Ez talán a legrandomabb bevásárlókocsi, amit valaha bárki izélt. Durex Kevin Aftershave. Poly-polyos labda. Szerintem a nyerőt ezt a Pokémon tojás. Ez a Pokémon tojás biztos, hogy jó lesz. Jó, ez karalábé, nem tudtam a nevét, de jó lesz, nem? Levesbe is kell. Erős a csomagunk. Káposzta, az jó lesz, nem? Ó, ez ilyet. Nagyon rosszul néz ki. Egy ilyet, egy patiszont belerakott. Jó, és akkor a gyerekjátékokhoz... A gyerekjátékokhoz még benézzünk? Előző videónkban ettünk egy ruszlit, elég kemény élmény volt. Aki szeretné, az nyugodtan kóstolja meg igazából, nem rossz kaja. Amúgy azon gondolkoztam, azt is tudnánk csinálni, hogyha te mondjuk ketten megyünk oda egy random emberre, ezt te eltereled a figyelmét, én nekem meg az a challenge, hogy betegyek egy random dolgot, és akkor aki többet tud csinálni. Na let's go, még a gyerekjátékokhoz benézzünk. Megtaláltuk ezt, betesszük valakinek a kosarába, és bemondjuk, hogy honnan, hol találtad azt a menő a Mógusz játékot? Jó. Fine. Jó, megvagyunk. Szerintem legyen az, hogy kisorsoljuk, hogy ki kezd, és aztán kisorsolunk egy hasonló, két hasonló nehézségű cuccot, és akkor az első körben, ha te veszítesz, te kezdesz, de aztán én megyek a másik cuccal. Szóval először mi legyen? Kezdjük könnyűkkel. Azok ott vannak az alján. Ez a három egy viszonylag könnyű cuccnak tűnik, szóval. Pet, mivel döntsük el? Kőpapírolló? Hogy ki kezd? Nem, hogy az először ki kezd, aztán pedig én terelek, és te sznékezd. És aztán eldöntjük, hogy mit. Kőpapírolló, a nyertes tereli a figyelmet. Kőpapírolló. Én terelem a figyelmet, és itemből pedig a kamerás választ. Melyiket csempészze be Pet, szóval ne ezt, mert ezt kezdjük ezzel. Jó, akkor megvan a terv. Employee. Ott egy employee, még várjunk. Uram, ön is egyébként ezen gondolkozott, hogy valami hasonlót vásároljon? Nekem már van itt, nem tudja, én dobozom már van itt. Ez mihez jó egyébként, mert én is ilyet kerestem. Na, hogy jött, hogy mihez jó? Hát páratlan is, tehát a párás helységből a kicsapja a vizet. Ha ez is akkor ilyen hasonló, de mindkettőnek ilyen hangos hangja van, az nem tudom, hogy ez mitől. Hát attól, hogy mindegyikben van egy ilyen. Aha. Ki kell venni, ide fölülre kell tenni, oda kell tenni a helységbe, és szépen alulra átcsorog a ja, értem. Semmi, nincsen hangja. Akkor nem fog csörögni, amikor semmi használom. Nincsen benne, ami csörögne. Értem. Egyébként pont egy ilyen játékot kerestem még a húgomnak, hogy ezt egyébként, ezt hol lehet kapni? Ezt nem én vettem, ezt valaki ide úgy belerakta. Jó, akkor ezt elviszem, ha nem gond.
abszolút. Jó, köszönöm szépen, és akkor minden esetre egyébként ez plusz ezzel akkor fogok tudni párásítani. Szerintem megkérdezek majd egy ilyen, hogy hívják ezt, YouTube videón valamilyen profit, hogy ő hogy csinálja, és akkor szerintem úgy jó lesz. De köszönöm szépen a segítséget. Hát ezt szerintem visszateszem egyébként. Én jövök most, és nekem két opcióm van. Kevin Aftershave, vagy egy Durex Classic, és én jövök. Pet fog, barátom fogja elterelni a ember figyelmét. Melyik legyen, Milán? Come on! Ez lehet, nem lesz már rá esély, hogy ezt beadhassuk, mert kiküldenek minket. Akkor mindkettő? De legyen már! Pet megy oda először, én meg hátul. Én inkább a növényét szoktam venni. Az jobb egy fokkal, szerintem én is becsomagolok abból. Nyilván is, hát HV is megy olyan ége. Köszönöm. Na, HV is megy olyan, Dunci. Szerintem én viszek négyet is egyébként. Vagy is, hát HV is megy olyan ége. Még van, Punyicsi van. Elvitt az. Szasz lett volna, hogy elkezdem követni. Jó, de elvitt a cserébe. Menjünk valami safe-ebb helyre. Fehér! Oh. Nos, eljöttünk a zöldség szekcióba. Közepesen nehéz. Pet fogja először betenni. Melyiket? Sorsan jelen. Melyiket? Csukott tegye be. Csukottam el, hagyjuk-e rá. Jó. Oké, és ezzel kezdi. És akkor good luck! Elnézést, uram! Megkérdeztetek egy gyors véleményét önnek? Hogy van egy kanapé, amit ki szeretnék tisztítani, csak nem tudom, hogy ez lenne a jobb választás, vagy inkább nem tudom, hogy ez egyébként kanapékhoz valósi, vagy hogy ez nem tudom, talán inkább kalapot. Egy... Nem kalapot. Mit? Kanapét. Kanapét. Őszinte leszek, én végül szerintem lehet mégsem veszem meg azt a tisztítószert, mert úgy vagyok vele, hogy lehet nem fogja kiszedni, nem? Aztán... Hol? Ott van az a piros áruferkő, meg itt van a másik is, az kérdezze meg. Itt azok, akik ott mennek, ja, értem. Dolgozói. Jó, és köszönöm. És ők is ismerik a terméket. Jó, mindenképpen. Egyébként én még azon gondolkoztam, hogy ilyennel be lehetne fújni vajon. Ennek nem hiába kérdezi, nem értek hozzá. Kanapét akarok tisztítani, hogy esetleg ilyennel azt meg lehet oldani, vagy... Hát nem kárpít tisztító. Géppel. Azt megkérdezem akkor a kollégától, hogy merre lesz. Van ilyen kárpít tisztító. Azért megkérdezem szerintem. Egyébként azt hogy kérdezem már meg, hogy zöldségeket hol lehet találni? Zöldségét az első bejárat. Mert én is ugyanilyen kelkáposztát akarok keresni. Vagy a banánt, azt, ha nem kell, én a banánokat... Azt... Nem. Ott kell, csak nem, hogy ezt nem tudom, hogy kitette be valaki véletlenül. Biztos összekeverték a kosarukat. De mindegy, nekem igazából megkérdezem, hogy hívják ott a valamelyik osanos hölgyet. Rendben, köszönöm szépen. Gyerünk már csatkodni. Megy a súlyt. Elnézést, uram. Tudna segíteni? Csak el akarom dönteni, hogy melyiket vegyem. Mihez? Tudom, kinek? Szendvicshez. Egy pillanatban akkor meg tudná fogni, akkor kiveszem. Alsószomból is biztos, hogy kelleni fog estére. Köszönöm szépen. Nem kell. Ja, még egy alsószom kell. Nem ez a... Melyik? A Mickey Mouse. Hát nem tudom, igazából most 15 ezer forint a budget, és akkor aztán... Akkor lerakja, nekem nem kell. Nem? Jó, igazából önnek biztos nem kell, akkor én elveszem. De köszönöm a segítséget. Tedd bele egyből a kosarába, csak egy pillanat, hagyd tegyem bele, uram. Itt már nincs hely, és akkor a közövébe egy kicsit, amíg átrendezem. Let's go. Meld a cuccot, elmegy az öreg. Az övébe, az ő izjében. Én meg mondom, hogy nekem tele van, és hogy át kell rendeznünk. Let's go, Pet. Én is ott leszek. Jankó, hozd már a homokot, kérd. Ha be tudnám rakni, akkor ez jobb lenne. Uram, egy pillanatra betehetjük az önök kosarába, csak amíg átrendezzük. Amíg átrendezzük a mi kosarunkat, hogy... Ez az ifjúság mindig nagyon sokat akar. Lehet, hogy előbb ki fognak valami, mint a dinoszaurusz.
Hát azért bízom benne, hogy nem. De... Ezt tűznik el, akkor ezt addig még tedd oda, amíg áthelyezem. László, a gyümölcsöt hányszor mondtam már, hogy nem az aljára tesszük, mert összenyomja. A patiszont beteszi az aljára. Bocsánat. A tamponodat meg a barátnődnek pedig azt mondtam, hogy azt te fizeted. Csak te raktad be, ez nem az enyém. Ezt tegyük az aljára, a keményeket. És minek vettél ilyet? Szemembe. Ja. És hogy fog így beférni a maradék? Rendezd már át. És miért vettél Miki Egeret? Ezt már mondtam, hogy ez nem kell. Ez még befér. És a zöldséget is mondtam, hogy nem az aljára tesszük. Akkor hova tegyem? Már nincs alja, már csak ez a négy item van. Akkor ezt hagyjuk itt, és a homokat azt mindenképp tegyük. Ez kell lenni fog. Jó, akkor ezt is fog meg, bocsánat, uram. Nem tud pakolni egyszerűen. Akkor a patiszont is vegyük ki. Meg az... De miért teszed a patiszont az aljáról? Már mondod oda. Szét fog menni az idején. Nem hiszem el. Jó, köszönjük szépen. Hát, az már nem fog beférni, de nem tudom, hogyha... Kézben elvisszük. Jó, kézben. Vagy esetleg paradicsomra elcserélni, vagy... Köszönöm. Nem? Jó, én mi is. Viszlát. Köszönjük a segítséget. De mondtam, hogy nem fog beférni. Ó, uram, egyébként ezt a... Én is néztem, hogy ilyen WC papírt akarok maga a házba, mert ennek ilyen virágillata van, nem? Jó, egyébként szerintem akkor... Mehetünk. Mert egyébként lehet vennék még egyet. Az micsoda? Az nem tudom, csak valahonnan leesett. Lehet, hogy rajtadom. Várjál, megnézem egyébként, mert ez lehet pont nekem kellett. Barátnőmnek. De, de lehet egyébként... Ha nem gond, én ezt elteszem? Nyugodtan, persze, nekem nem kellett a tartó. Ez pont jó egyébként, és akkor ez így szerintem jó lesz. Akkor kell ez? Jó lesz nekem ez. Vagy az azért nem. Jó. Köszönöm szépen. Innen nem, innen. Uram. Nem akarok itt izélősködni, viszont az én káposztámat az pont az előbb lopták el. És ez káposztám. Teljesen... És ez pont... Ez én káposztám volt, ezt nem tudom, látja, hogy ez innét lett leszakítva. Nekem ilyen az nem veszek káposztát, mert nem veszek. De akkor ön volt, vagy... De úgyis most mentem el, hogy hozni egy üvegi vermutot. Valaki elvitte a káposztám, és... Ide rakta le. Ennyit hagyott nekem. Mert nem veszek úgy a káposztát, mert nem kell. Áj. Itt a lista föl nincs ráírva. De akkor mit keresett az ön kosarában a káposztám? Honnan tudjam? Én ide itt hagytam és elmentem oda. Én biztos onnan jöttem, biztos olyan De látja, tartottam. Látja, hogy ez a része. Érdekel engem, ahogy itt keresett. Akkor, biztos nem én vittem el. Mert valaki kiszedte az a kosaramból. Valaki kiszedte és ide tette. És ennyit hagyott nekem. És most... Viheti nyugodtan. Igen? Nekem nem kell, nem is akartam. Szándékomban nem állt. Rendben, rendben. És mondta, hogy nekem ez nincs közöm. Most már mindent betettünk. Talán. Kivéve ezt a két dolgot. Kevin aftershave, és egy ilyen random cucc. Én viszem ezt, Petlát, tiéd az. Jó. És akkor lesz hol. Blokkoltam az útját. Elvitte. Nem is tudtam szólni neki. Úgy, ahogy van, behajintottam és eltolt. Állom, hogy nincsenek velünk egykorú lányok, akik vásárolnak ilyenkor, mert azért velük jobb lenne ezt megcsinálni, ezt a pranket még viccesebb lenne, hanem csak ilyen idősebbre. Visszateszünk mindent, amit elvettünk, még azt a drótot is, vagy amit, azt a shootol le. Szóval mindent visszatettünk a helyére. Ami pedig ő összement, vagy megkárosítottunk, azt pedig kifizetjük majd a kasszánál. Beleértve a tampont is, mert hát igen. Ez nem tudom, mit keres itt, ez a kettő, ez útközben majd visszadobjuk. De vannak mérve? Hát, na, esetleg ön le tudja mérni. Én? Mennyibe kerül akkor azt kifizetem? 500 forint? Ott a mérve, le kell mérni.
Messze van? Ki van írva, hogy mérleg, ott van. Jaj. 800 forint! Jó. Te jól sútoltad le? Igen. Oké, 2,5 kiló. Hol van a káposztaféle? Ez újfejes káposzta, vagy kell káposzta? Ez újfejes. Mennyi a tampon? Ezt is utolod? Mennyi a tampon? Hát, ha még maradt valami. Nem tudom. Még eléggé megrongáltuk. Na, te csak beszkennelted a saját kaját. Jó, nincs több cucc, ugye? Örülök, hogy megnézted a videót, és nem remélem, tudom, hogy élvezted. Aztán, én szerintem 10k subscribernél valami közönség, meetup esetleg. Olyat beadhatunk. De ja, addig is megyünk tovább, adjuk ezeket a cuccokat az embereknek, aztán további szép napot. Sziasztok!